Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, egy érdekes témát fogunk újra feldolgozni, ez pedig a Ventoy rendszer. Mi az a Ventoy? Ez egy multiboot pendrive készítő eszköz, amit ha a pendrive-odra telepítesz, akkor a telepítő isokat, a képfájlokat, amivel telepíteni tudod a Linux vagy Windows-os rendszeredet, azokat simán rá kell másolni egymás mellé simán, és utána a fentmaradó részt is, a területet a pendrive-on használni tudod azaz itt egy helytakarékos és nagyon praktikus megoldással fogunk megismerkedni. Mi kell ehhez? Ehhez természetesen kell egy minőségű pendrive. A mérete akkora legyen, amekkorát a zsebed megenged. A minősége lehetőleg jó legyen, és akkor nem lesz ezzel semmi problémád. Ezen kívül kell a Ventoy telepítőprogram, felmész a Ventoy netre, nagyon egyszerűen felmész, nagyon meglepő módon a letöltésekhez mész, és a letöltések közül az operációs rendszerednek megfelelőt kiválasztod. 1.095-ös a jelenlegi legfrissebb, nyilvánvalóan ezt le tudod tölteni, nem okozhat gondot, meg természetesen kell, hiszen valamilyen rendszert szeretnénk telepíteni, akármilyen általad kedvelt Linux disztribúciónak az ISO képállománya. Ezt is le kell tölteni, illetve letöltés után ellenőrizni, hogy ez teljesen korrekte. Oké, ez a három dolog készen áll nekünk. A letöltés után, ha lecsorgott az összes dolog, akkor a letöltési könyvtárba belemegyünk, a ventoj, hát ilyen dobozva érkezik, csomagolva megnyitás kezelővel megjelenik, én azt mondom neki, hogy kibontás, megkérdezi, hova bontsuk ki, teljesen mindegy, hogy hova bontott ki, olyan helyre érdemes kibontani, ahol van futtatási jogod, tehát vélhetően a rendszer partícióra szoktam kibontani, a home könyvtárba, abba a home könyvtárba letöltéses mappába, és utána meg is jelent, hogy Ventoy, és ott van a száma. Bemegyünk a könyvtárba, ahol kibontottuk, Ventoy 1095, rákattintunk, rengeteg állomány van. Itt telepítheted akármilyen, akár terminálos, akár pedig grafikus felületen, nyilván az egyszerűség kedvéért, mi grafikus felületen fogjuk telepíteni, aminek a neve az, hogy GUI grafikus user interface. Logikus feltételezés, hogy kiválasztott te azt az architektúrát, amilyen a gépeden van. Megsugom, hogy x86, aláhúzás 64, az az esetek nagyon nagy részében természetesen nekünk meg fog felelni, és rákattintunk. Indítás után mit kapunk? Bekéri a jelszavunkat, természetes, hiszen rendszergazdai jogosultság kell, megadjuk a jelszavunkat, Elindult a program, mit lehet tenni? Megkeressük azt a pendrive-ot, igen csak odafigyelve, amire telepíteni szeretnénk ezt a rendszert. Arra nagyon figyelj, ez felül fogja érni a pendrive-ot, az azon lévő adatok visszaállíthatatlanul el fognak tűnni. Egy nagyon jó trükköt szeretnék elmondani, hogy hogyha nem vagy biztos a dologba, akkor legjobb az, hogyha az összes pendrive-odat USB csatlakozott tárolóeszközt, külső merevelemet, pendrive-ot, akármit kihúzott, csak azt az egyet hagyott bent, amire telepíteni az abban nem lehet hiba. Oksé, legörgetjük, választjuk, amire telepíteni szeretnénk, látható nekem sok olyan van, amire telepíteni lehet, és nagyon-nagyon-nagyon odafigyelek, még egyszer megnézem, igen, igen, ez a 8 gigás, erre akarok telepíteni, utána két lehetőségünk van, természetesen egy Installáljuk vagy upgrade-eljük a rendszerünket. Logikus feltételezés, üres lemezre mit tudunk tenni? Instalálni tudunk. Ha azonnal Pendrive-on már van egy Ventoy rendszer, és upgrade-elni akarsz, megint egy tippet mondok, bár nem nagy tipp, időnként felmész az oldalra, megnézed, hogy van-e újabb verzió, mert az újak mindig sokkal sokkal jobbak, mint a régiek, sokkal többet tudnak, sokkal több isóképet támogatnak, sokkal kezesebben működnek, sokkal flottabbul működnek, azaz érdemes időnként upgrade-elni a dolgot, nyilvánvalóan, mint minden más. Megnézhet, hogy 1.095-ös, Oké, okay, ezt szeretnéd mit csinálni? Instalálni? installral nyomsz? Ő elmondja, hogy azért figyelj már oda, légy szíves, mert minden adatot elveszik. Elmondtam én is, biztos, ami biztos, átgondoltam, igen, a 8 gigásra szeretném telepíteni, igen, igen, igen. Oké, okay. oké, okay. és utána mi történik? Dolgozik. Miután lefutott, rákattintunk az oké okay és megtörtént a csoda, van egy Ventoy rendszerű lemezünk, nem lesz a lemezen semmi extra dolog, erre azért oda kell figyelni, tehát ott nem lesznek olyan programok, ami ezt neked hozzá kell nyúlni, egyszerűen úgy elkészítette ezt a rendszert, ezt a Ventoy rendszert az USB-peneden, a pendrive-on, hogy ő arról bútolni tudjon, és a fent lévő isok között kiválaszthatod azt, amit telepíteni akarsz. Oké. Okay mivel upgrade nem szeretnénk, mert mindegyik ugyanaz, hiszen most telepítettük, ezt szépen be is fogjuk csukni. Következő lépés, itt van a Ventoy, fölcsatlakoztattam, kiírta. Lássátok meg, nekem kettő van, bent van az, ami éppen az én gépemben mindig bent van, hogyha valami nagy baj van, azonnal tudjak telepíteni, azonnal tudjak egy rendszermentő isót indítani, tehát az bent van nekem ott bent a gépem, ezt úgy megszoktam biztosan, hogy biztos most készítek egy olyan biztonsági másolatos, vagy biztonsági utas ventói rendszert, ventói pendrive amit el fogok tenni ide a fiókomba, hogyha az, ami bent van a gépemben véletlenül megdöglene, és a gépem nem indulna, legyen egy biztonsági dolgom, ne kelljen máshoz menni, hogy letöltsem az ISO-t, elkészítsem a pendrive-omat. Oksi, rákattintottunk, üres, láthatóan üres, mit teszünk? Megnyomjuk, hogyha éppen Linux mintet használsz, illetve nemo az F3-at, és ide megyünk, hogy osztott képernyőt kapjunk, letöltésekre megyünk, mi a következő dolog? Hát rá kell tenni valami, vagy több, vagy egy ISO-fájt, amivel indítani tudunk. Jelenleg a gyorsaság kedvéért egyet fogok rátenni, méghozzá a Linux mintét, ráúzom ennyi, rámásoljuk, elindul a másolás, hamar lefut. Na hát az, hogy hamar lefut, az senkit ne téveszem meg. Miért ne téveszem meg senkit, mert ezzel még mi nem végeztünk, és mi szeretnénk egy kis biztonsági dolgot csinálni, hogyha lefutott a másolás. Miután lefutott a másolásunk, nincs egyéb dolgunk, megnyitunk egy terminált, és beírjuk, hogy szín c, c, semmi egyebet, s, y, n, c, ez szinkronizálja az összes memóriában lévő dolgainkat, leenterezzük, és ez 101%-osan kiírja az USB penemre azt az isofájt, amit rámásoltam. Miért? Mert a másolás úgy történik, hogy nem A-ból B-vel másolunk, ez a cél egyébként, hanem abból felmegy a memóriába, és a memóriából, meg mindenfajta ilyen helyről, teljesen mindegy, hogy milyen helyről, minek hívjuk, és utána abból másolódik fel. Egy kicsit gyorsabbnak fog tűnni a másolás, hiszen, hogyha felmegy ebbe az átmeneti helybe, és ez viszonylag gyors, akkor szépen nyugodtan, reguranán, az esetlegesen lassabb pendrive-val, akármire, szépen nyugisan kírja. De hogyha te menet közben azt látod, hogy a csiknak vége van, és a másolásnak vége van, kikapod a pendrive-ot, nem csinálunk ilyet természetesen, akkor, akkor nem lesz a pendrive-odon az adatok teljesen kiírva, és utána nem fog indulni a pendrive-ról a telepítő rendszer, mert csak félig van kiírva, és akkor jó esetben nem indul el semmi, rossz esetben mindenfajta hülye és kezdőknek, esetleg még haladóknak is értelmezhetetlen, értelmezhetetlen hiba jeleket kap, és utána pánikol, hogy mi a probléma, rossz a pendrive, rossz az iso file, persze, hogy rossz van, nincs kiírva, ezért érdemes a szinkronizálást megcsinálni. Hogy meddig tart ez a szinkronizálás, ez a sebességitől, a gépet, illetve a pendrive-ot sebességétől fog függeni. Miután visszakaptuk a promptot, lefutott a program, azután nincs egyéb dolgunk, mint szabályosan, megismétlem ezt a szót, szabályosan leválasztjuk a pendrive-unkat, biztos, ami biztos, én leszoktam szabályosan választani, és utána már kihúzhatod, ha éppen ki szeretnéd húzni és eltenni ezt a pendrive-ot, képindításkor, hidegindításkor, vagy újraindításkor természetesen mindegy, kiválasztod a BIOS-ból, hogy melyik rendszerről, melyik lemezről szeretnél indítani, kiválaszolasz az USB Pendrive-ot, amelyiken ez a rendszer van, elindul. Ki fogja listázni neked az összes olyan elérhető image-et, azaz telepítő képfajt, ami a Pendrive-on van, nyilván most egy, azaz pontosan egy darab van, és utána arról, ha azt kiválasztod, el is indul a telepítés. Van egy aprócska kis megjegyzésem. Természetesen mi mindenre odafigyeltünk, amíg elkészítettük ezt az indító lemezt, indító pendrive ot így pontosabb, de az legyen az első, hogyha lekapcsolod a géped, hogy befejezted a munkádat, újraindítod és kipróbálod, hogyha megjelenik a telepítő, a megjelenik a telepíthető rendszerek listája, egyet, mondjuk a Linux mintát, amit éppen rátettem, elindítod, mintha telepíteni akarnál, és amikor elindul, elindul, megjelenik a telepítő rész, az élő kép, akkor azt szépen becsukod, és utána biztos vagy benne, hogy ez a lemez megmenti a dolgaidat, elindíthatod róla a gépedet, újra tudod telepíteni a rendszeredet. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó rendszerlemez készítést kívánok, sziasztok, sziasztok!